Pápán mintegy 3 évtizeddel ezelőtt derült ki, hogy termálvizet rejt a föld mélye. Azonban a 70-es évek közepe óta is csak a töredékét használta ki a város e természeti kincsadta lehetőségeknek. Ez a víz 42 fokos és körülbelül 400-500 méter mélységből tör föl, és két kutat fúrtak, a két kutat összekötötték egy vezetékkel a városi úszodáhajóval, a strandfürdővel. A rendszerváltozás után a város általános rendezési tervének felülvizsgálatával újból előtérbe került a termálvíz hasznosításának kérdése. Az önkormányzat ugyanis egy új rekreációs központot kíván kialakítani a külső várkertben, ahol helyet kap majd az új strandfürdő és fedett uszoda is. Íme az első kapavágások, vagyis markoló munkák a Várkert fürdő strandján. A fürdőfejlesztési projekt kivitelezői ma reggel láttak munkához a meglévő medencék mögötti területen. A Várkert fürdő 2003-as megnyitása óta több fejlesztés is zajlott már a létesítményben. Ez a mostani azonban a legnagyobb értékű és jelentőségű. A most megkezdett kivitelezési munkák a pályázat szerint az év végéig befejeződnek. Németh Csaba több évtizede foglalkozik csillagászattal hobbi szinten. Rengeteg szaklapot, könyvet olvasott, és különféle távcsöveket is vásárolt. A szakkör vezetésére Rák András kérte fel. Ez havonta egy alkalommal lenne, minden hónap második csütörtökén, 5 órakor tervezzük ezt a programot. Azt, hogy milyen előadókat hívjanak, közösen dönti el a csoport, de a hangsúly nem az elméleten lesz, hanem a gyakorlaton, ígérte a szakkörvezető, aki minden csillagászat iránt érdeklődőt vár a foglalkozásokra. Nem gáz olvasni, sőt, kimondottan ajánlott és javallott. A diáklap címe ugyanis Nem gáz. Czobor Andrea tanárnő ötlete volt, hogy ismét elindítsák a néhány éve szünetelő közgázos újságot. 5 diákkal látott munkához, mindannyian, ahogy fogalmaz, jótollúak, vagy épp tördelik, szerkesztik a lapot, mint Benkő Dániel. Nekem nagyon tetszik és élvezetes az elkészítése is, mivel én nagyon szeretek ilyesmivel foglalkozni, viszont nekem ez az első munkám ilyennel kapcsolatban, és általános iskolában is csak informatika órákon szerkesztettünk néhány dolgot Wordben. Első közgázos diáklap októberben jelent meg, a másik decemberben. A témákat a diákok választják, s ők dolgozzák fel.